Szevasztok, én Berkis Olivér vagyok, és most kifaggatom néhány érdekességről Patocska Olivért, az Oliver from Earth énekesét. Clooney-val együtt. Sziasztok, én Olivér vagyok, az Oliver from Earth-ből, és levágtam a hajam. Jó, nem ezért vagyunk itt, hanem mert abban a megtiszteltetésben van részem, hogy én tehetek fel kérdést Berkes Olivérnek. Például, hogy a karantén idején kivel töltöd a mindennapjaidat, vagy egyedül, vagy otthon? Karantént én a párommal töltöm, és a két kutyánkkal, Picúrral és Clooney-val. Úgyhogy így vagyunk négyecskén a kis lakásban. Oli, érdeklődnék, hogy elkezdtél-e dolgozni új dalon, amióta otthon vagy? Amióta itthon vagyok, azóta elsősorban a pihenésre koncentrálok, ugyanis nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt években. Például 2019-ben 56 dal szerzésében vettem részt, vagy pedig voltam alkotója Barabás Dáviddal, a dalszerzőtársammal, ugye az Oliver from Earth-ben. Hogy a földet tartsam a talpam alatt, hogyha fáj, majd az eső elmossa a bajt. Ha a szív beleúl, még a lélek kitart, a csendből színes álomfakad. Ezen kívül voltak a színészi munkák, meg egyéb tevékenységek, család, magánélet, blablabla. És ezért én nagyon élvezem ezt a kényszerpihenőt. Szóval nem alkottam új dalt még, de ha még így maradunk, akkor úgyis fog. Van olyan tevékenység, amit eddig nem tudtál csinálni, mert nem volt rá időd, de a karanténnak köszönhetően most alkalmad nyílt rá? Hát hogy ne lenne ilyen tevékenység? A drága párom kiderült, hogy imád PlayStation-ezni, és hát nekem 10 éve nem volt PlayStation-em, most ezeket az éveket bepótolom, és hát kompjúterjátékon játszunk nagyon sokat. Egyelőre nagyon sok játékban ő nyer, de hiszem azt, hogy egyszer a belefektetett munkám az kifizetődik, és le fogom győzni Mortal Kombatban. Mint férfi a férfi között érdeklődnék, hogy szerinted ki a legcsinosabb énekesnő? Itthon és mondjuk külföldön. Nyilván a magyar énekesnők a legcsinosabbak a világon, de hogyha választhatnék akármit is, akárhonnan, akkor Selena Gomez. Szerinted könnyebb ismert emberként csajozni, mint civilként? Na de Oli, azért ilyen kérdést nem teszünk fel. Főleg, hogy itt a párom. Volt, amikor csajoztam, sosem éltem vissza a nevemmel, semmiféleképpen, mert azt nem tartom egyenesnek, úgyhogy igazából nem tudom. Én bármikor elmentem randizni, inkább kerültem azt, hogy ezt a témát, vagy az én munkámat, vagy az én foglalkozásomat előhozzam, és beszélgessek róla, csak akkor nyíltam meg ilyen téren a másik illetőnek, amikor már úgy éreztem, hogy megnyílhatok, úgyhogy én ezzel nem éltem vissza, de biztos vagyok benne, hogy könnyebb lenne, igen. Oli, téged láthatott a közönség régen egy tehetségkutatóban, és érdeklődnék, hogy mi volt a legijesztőbb pillanat, ami akkoriban a színpadon, amit a színpadon akkor megéltél, vagy számodra, mi volt a legijesztőbb a tehetségkutatóban? Régen az én karrierem anno az X-faktorral kezdődött, és amúgy az az érdekes, hogy elindultam szólóban is, a következő évben, 12-ben már csapattal indultam, akkor alapult meg a By The Way, és utána 2013-ban már az újjá formálódott By The Way-jel mentünk az X-faktorba, ahol másodikok lettünk, és ezzel a legsikeresebb klasszikus fiúbanda lettünk a műsor történetében. Hozzáteszem, hatalmas nagy hiány van fiúbandákból, klasszikus boybandekből ma Magyarországon, ez egy piaci rés. Ajánlom a kezdő, vagy akár bármilyen énekes fiúkáknak. Szóval igen, legnagyobb félelmem
az volt, hogy rosszul énekelek, és nem, amúgy ettől nem féltem annyira. A csapatban az a jó, hogy közös teherviselés van, tehát hogyha bárki bármit hibázik, ott vannak a többiek, akik javítsák, szóval féltem is a hibázástól, de közben annyira nem, mert ott voltak a többiek, akik nagyon jól énekeltek, és még most is jól énekelnek. És ez így jó volt, meg stabil, meg biztos. Hogyha valakire hirtelen rászakad nagyon sok új impulzus, belekerül egy új közegbe, nem ismer még senkit, nem tudja, hogyan működik a szakma, meg ez az egész zeneipar, ez már egy ipar, ez nem is a művészetről szól, akkor azért az nagyon ijesztő és hatalmas nyomás, főleg egy 21 éves fiatal fiú számára. Melyik a kedvenc idézeted egy dalból? Ketté bontom, van saját dalos kedvenc idézetem, az biztos, hogy a Világított Arany angol dalszövegében van, ahol a refrén vége azzal a sorral vagy sorokkal végződik, hogy én nem hagylak el, és én nem tűnök el, mint a csillagok az égen reggelre. És ez egy olyan mondat, amire építettem tulajdonképpen a Világított Arany angol dalszövegét, úgyhogy erre, ha mondhatom, akkor büszke vagyok. Be your partner every night and keep you warm. Provide your space in all my rooms. I promise you'll be safe. I won't disappear when the sky is blue, like all the stars do. Van egy karameldal, az Ébren álmodók, amiben van egy ilyen szövegrész, hogy az ember csak egyet akar, az álmaihoz felnőni. Vagy eléneklem inkább. Az ember csak egyet akar, az álmaihoz felnőni, mire felnő az álmokat, lassan elfelejti. Mi együtt gyerekek voltunk, akit ébren álmodó. Valami így marad, s már sose változunk. Ez a másik, a harmadik pedig egy Jacob Banks nevű úriember nevéhez fűződik. Nagyon szeretem azokat a szövegeket, akik kreatívan megfogalmaznak egy teljesen hétköznapi dolgot. És ez így történt az ő szövegében is. Így hangzik, hogy what I've learned from a soldier, tehát amit tanultam egy katonától. Every man is a son to a daughter, az azt jelenti, hogy minden férfi a fia egy anyának. És egy anyának, aki valakinek a lánya, az apjának a lánya, vagy az anyának a lánya. Tehát, hogy ez a lánc, ez nagyon szépen le van vezetve ebben ez egy sorban, és ez egy végtelenül kreatív mondat szerintem. Nem vagyok egy nagyon nagy selfish. A párom tanít még mindig a mai napig, hogyan kell csinálni. Javuló tendenciám van, ugye? Javuló tendenciám van, de pont ebből fakadóan kíváncsi vagyok, hogy mi volt a legutóbbi szelfid, és kérem szépen mutatnéd a kamerába. Ez az! Sálom álom, édes álom. Mi volt a legviccesebb komment, amit valaha kaptál, már ha olvasol kommenteket? Ugye nem olvasol kommenteket? Nem tudom, hogy ez volt-e a legviccesebb, mert nem emlékszem annyira a többire. De az biztos, hogy akkor nagyot ütött ez a komment, mert valamelyik dalomnál sok-sok-sok-sok pozitív és jó kommentet olvastam, és egyszer csak megjelent az, hogy manapság már mindenki pufi a videoklipjeiben. Vagy valami hasonló volt, és olvasom a kommenteket, hogy ezt a dalt szeretném az esküvőmre, imádom ezt a dalt, a kedvenc énekesem, és egyszer csak, hogy ott van ez a komment, hogy ma már mindenki pufi a videoklipjeiben. És egyszerűen szakadtam. Zseniális volt ez a komment, úgyhogy bárki is volt az, nem ígérem, hogy meg fogom találni, de köszönöm, mert 5 percnyi könnyesen röhögést okozott nekem az illető, úgyhogy innen is üdvözlöm, és köszönöm szépen. Összetart, látod, hogy vége, ma az ajkad hozzám ér, mintha megszűnne az idő és a tér, mióta felkeltem a
szeplős válladról. Nekem minden vén a dal, csak nekem minden vén a dal, csak rólad szól. Nálam minden születésnapkor elhangzik az a kérdés, hogy hol látom magam 5 év, 10 év múlva, vagy hogy mik voltak azok a dolgok, amiket is sikerült teljesítenem, és kíváncsi vagyok, hogy nálad, ha mondjuk most találkoznál a gyerekkori önmagaddal, akkor mit mondana neked a jelenkori Olivérnek? A gyerekkori önmagam egy jó arc kisfiú volt, valószínűleg kicsit pityeregne örömében, hogy van lehetősége ezt látni, hogy ki lett a jövőben, örülne neki, hogy megvalósítjuk önmagunkat, és hogy önállóak vagyunk, és bátrak, és hogy tudunk segíteni a családnak. Ez neki nagyon fontos volt, és mai napig is nekem is. Szóval valószínűleg örülnénk egymásnak, autókáznánk egy picikét, hagynám vezetni, meg ilyenek. Ki az a férfi az életedben, vagy amúgy a nagyvilágban, aki a legnagyobb hatással volt rád gyerekként, vagy most? Nem kell sokat gondolkoznom, édesapám egyértelműen. Ő a legfőbb férfi példakép az életemben, ez így is marad, és remélem, hogy hasonló szépen fog majd az én fiam, hogyha lesz fiam vagy fiaim, majd gondolni rám, ahogyan én gondolok édesapámra, úgyhogy az édesapám. Van egy érdekes feladatom számodra, bár biztos telefonnal veszed föl ezt az egész interjút, de valahogy old meg, hogy megmutasd nekem, hogy milyen emojikat használsz, vagy akár el is mutogathatod az arcoddal. Szóval ezeket az emojikat használom legtöbbet. Az összetett kéz, ez itt. A kezét a kezét a szemére rakó majom. Ez még, amit használok rengeteget. Szívecskét, hát igen, az én szerelmemnek. A szívecskének minden formáját, minden színét és alakzatát. A röhögős, ezt a fejet. Ezt használom rengeteget. És a klasszik smiley-t,